Utolsó iskolás napra. 22-e van, csütörtök. Na, hát ez a nap is eljött. Igaz, hogy a hét rövidebb volt, mert hétfőn az ónos eső miatt nem volt suli. És a kedden szerdán meg ma kell menni a gyerekeknek, sőt, Mancika ma nagyon keveset lesz, ott 8-10:45-ig. Dorinának 4 órája lesz. Hát majd, ha hazajövök, akkor mutatok nektek izgalmakat. Bár lehet, hogy valakinek ez nem annyira izgalmas. Még nekem sem volt annyira az. De gondolkodtam, hogy beszéljek-e róla, vagy se. Be vagytok kötve? Most jöttem be, nem. A bocsi, a sötétségért, de nálunk reggelente olyan korom sötét van, mint az állat. Aki Magyarországon él, az egy órával korábban menjen ki, és akkor nagyjából fogja látni, hogy milyen lehet itt fenn nálunk éjszakon. 7:30-kor nálunk itt fent éjszakon olyan sötét van, mint nálatok Magyarországon 6:30-kor. Korom sötét. Na mindegy, itt nálunk 8 után jön fel a nap csak. Az a helyzet, hogy... Vagy még 8 után sem. Vagy még 8, de följön 8 után, mert már 8:30 körül már azért látszódik, hogy nappal lesz. De ja, Magyarországon azt néztem, mert direkt megnéztem, kíváncsi voltam még régebben, hogy ott mikor kezd világosodni, hát egy órával hamarabb. Nálunk egy órával el vagyunk tolódva így. Amúgy idő eltolódás nincs óra szerint, de a sötétségben lehet érezni, hogy eszméletlen, hogy milyen sötét van. Na mindegy, szóval gondolkodtam azon, hogy megemutassam nektek vagy se, karácsonyi hangulatomhoz milyen jó hozzájárulnak bizonyos dolgok. Elmondom, nem húzlak le titeket az életről, de ezek után az ember azért úgy azt mondja, hogy... Tökömet a karácsonyban, még karácsonyfát sem fogok díszíteni, komolyan, tehát most már ezek után, nem tudom, esküszöm, mi el vagyunk átkozva itt lent ebbe a lakásba. Isten az atyám, komolyan mondom. Na, de úgyse láttuk belőlünk semmit, megyünk a suliba, majd otthon talizunk. Na, megvártam, amíg Mancika bemegy, menjünk haza, aztán mutatok nektek. Na, szóval haza is értem, próbáljunk valahogy átugrálni itt a sárkupac közepén, mert sajnos igen, ahogy vesszük reggelente a cipőket, ups, mindenhol, aki részeg úgy kell bejönni, mindenhol ilyen sártenger szokott állni, hiába próbálják szegény gyerekek is itt felvenni a cipőiket, azért másnapra tudjátok, a nedves sár az beleszárad, kipotyog, és tényleg, ahol itt táncolunk, meg indulunk el, itt mindig minden csurom sár. Na mindegy, azt meg reggel még le is takarítják általában a cipőjük meg a tetejét. Hú, na, hát akkor mutatnám. Ez nem azért van itt, mert a sárt akarom szívni, és hogy ezt itt tárolom. Tegnap este, ugye, mint látjátok, szét is van szedve, ki van belőle szedve a szűrő, hogy tudjon vizet szívni. Ebből már sejthetitek, milyen jót szórakoztunk mi tegnap este. Itt a porzsák belőle. Na, hát tegnap este történt ugyanis, hogy... Nem tudom, mennyi lehetett az idő, ilyen 9 óra környéke? Jön ki a gyerkőc a konyhába, és azt mondja, anya, ez mi? És így jövök be, és így lebeg a szőnyeg a vízen. Én meg, mi van? Jézus! A mosogatógép. Én mindig este indítom el, napközben pakolok bele, este még belemegy a vacsorászoc, és akkor este el van indítva, másnap reggelre tiszták. Hú, halljátok! Nem a moslékvizet tolta ki, tehát nem a kifolyó ággal történt baj, hanem a betápláló ággal, ami vizet ő magába szívott, és amivel mosogatott. Ugyanis kiderült, hogy ez a kis
cső, ez valahogy engedte a vizet, amúgy látszik is, jaj, várjatok, vagy pont nem, hogy el van nyalódva ott a menet rajta. Valamiért, nem tudom miért, ő úgy gondolta, hogy kiereszti a vizet. Amivel még az a másik problémám, hogy hát ezt egyáltalán nem tartom jó dolognak, hogy például a parketta van téve a konyhában, mert azért ez... Látjátok? Itt az összeillesztések. Azért valamennyi csak alá tud szivárogni, onnantól ez bepenészedik. Tehát a legnagyobb ökörség konyhába parkettát rakni. Olyan. El kellett húznunk a hűtőt is, mert hogy alá is alá foly. Tehát itt tényleg állt a víz, a szőnyeget, azt kidobtuk a teraszra. Istenem, szóval joggal mondhatom, hogy ebben a lakásban mi esküszöm, hogy el vagyunk átkozva. Ami tönkre tud menni, tönkre megy, ami el tud romlani, elromlik. Jó, ez a kettő, ez ugyanaz. De tényleg. Tehát a legutóbbi ugye a kanapé volt. Írtátok is kommentben, azt hiszem Márta írta, hogy a garancia. Hát igen, nekünk is ez volt az első gondolatunk. Szeptember 4-én vásároltuk, akkor fizettük ki. Már rég nem garanciás. 12 hónap általában a bútorokra a garancia, az ilyen jellegű bútorokra, ugye, mint hogy ez is, hogy vannak mozgó alkatrészek benne. Nem tudunk vele mit kezdeni. Szeptember 4-én fizettük ki, 23-án gyártották le, valahogy október elején érkezett, akkor egy pici vlogba annyit mutattam, hogy pont akkori a kanapénk, amikor én születtem, pont aznap gyártották le, szeptember 23. Szóval ez, meg amúgy is, volt valami defektje, hiszen láttátok az első adventi videóban, hogy ki kellett faragnunk egy picit az egyik falécből, mert nem illeszkedett teljesen, szóval az ekte gyári hiba, tehát arra nem tudok mit mondani, ezt nem mi tettük tönkre, hát egy fa nem tud megnőni hosszra, meg illeszkedés szempontjából, szóval valószínűleg ettől is ment tönkre. Mindegy, engedjük el, nem számít. Igen. A következő, amiről nem számoltam be most, mert azt hiszem cirka másfél hónapja, hogy új mosogatógépünk van, mert a régi is végleg megadta magát, egyáltalán nem óhajtott már mosogatni. Nem gondoltam, hogy olyan nagy dolog, hogy okvetlen beszámoljak róla, a Black Friday volt, úgyhogy vettünk is helyette egy másikat. És azóta működött gondtalanul, és most egyszer csak így gondolta egyet, így karácsony előtt két nappal, és úgy gondolta, hogy ide betolja a vizet. Tudom, hogy nem nagy bosszúságok ezek, mert azt mondja az ember, hogy hát ez semmi, hát mi ez? Nem, volt, folyamatosan volt valami negatív dolog, jó, persze pozitív dolgok is értek, de rengeteg negatív dolog van ebben a lakásban, komolyan mondom, valami fehér mágia csomagot kell vennem, aztán ki kell űznöm innen az ördögöt, mert tényleg folyamatosan van valami. Nem szoktunk nektek már úgy mesélgetni dolgokat, de kommentben ott említettem egy-két dolgot az új lakóval kapcsolatban is. Nem velünk van perpatvar, főbérlő és közte van perpatvar. Felmondott neki, mert nem fizet, meg mit tudom én, meg hát ugye tudjuk, hogy miket csinált, még nem csinálja a kötelező dolgokat, és most ugye a kötelező dolog az is, hogy tegnap előtt vagy mikor? Nem tudom. Jött az üzenet, hogy havazásnál reggel 7-ig, aki a héten a köteles a lépcsőház tisztaságért felelős, úgymond, annak kötelessége reggel 7-ig eltakarítani a havat. Igen, ónos eső után jött. Igen, hétfőn volt ónos eső. Utána jött kedden az üzenet, a főbérlő hozott ilyen törmeléket, amivel lehet szórni a síkos felületeket, és hogyha ugye hó van, akkor reggel 7-ig neki az a kérés, hogy reggel 7-ig legyen eltakarítva végig a járdaszakasz a ház előtt, a kocsi kijáró, az ajtóból a kijáró. Hát ő nyilván a fönti lakónk, mivel sem a lépcsőházat nem takarítja, sem a kukákat nem kezeli, így nyilván havat sem fog takarítani, sőt ki sem költözik, úgysem, mint aki itt sincs, be se engedi őt. Szóval, igen, vannak tudat dolgok itt, na mindegy, lényegtelen, meg a horvát az még ráadásul be is rágott rá, amikor hát ő egy erős szót használt erre. Én úgy gondolom, hogy csak be volt idva egy picit, ő azt mondta, hogy szerinte ott valami más is. Mindegy, összeugrottak valamelyik vasárnap hajnalban, amikor a lépcsőházunk ajtaját be akarta rugni konkrétan, meg itt óbégatott kint, szóval zajlik az élet. Ezeket így nem meséltem, de hogy magán a házon belül is, hogy tényleg mindig van valami, amink tönkre ment az elmúlt időszakban, vagy ami kifingott. Mindegy. Na, megyek. Mentek egy kis káreseményt.
Azt hiszem, egy kávé rám férne, apa jön haza, hoz egy csövet, egy másik csövet, mert hát este 10:30-kor feküdtünk, képzeljétek el, 10:30-ig szívtuk a vizet a konyhába, és 10:30-kor feküdtünk le, addigra tudtuk egy picit úgy helyrehozni itt a dolgokat, úgyhogy ma hoz egy új csövet, megpróbáljuk összetenni. Ez a szerencse, hogy ő egész héten úgy dolgozik, hogy 7:30-kor már végez, és délután 1:30-ig szabad. Hazajönni nem szokott, mert igazából minek jöjjön haza? 50 kilométer, kidobott kilométer, oda-vissza időben is sok, és benzinpénzben is azért, hogy itthon le tudjon pihenni, vagy leüljön játszani, azt meg tudja tenni a kamionba, el szokta vinni vagy a laptopomat, vagy most már ugye a Steam Deck-et, és akkor amíg nincs fuvar, vagy amíg ugye ő azon a 1:30-től 1:30-ig pihenős, addig akkor el van, viszont ugye ma van esemény, mosogatógépet kell csinálni, szóval hamarosan ő is itthon lesz, elment megvenni a csövet, mert most van, nem tudom mennyi ez idő, nem látom, nem látok háttal. Hát nemrég értem haza az iskolából, szóval olyan sok nem lehet, 8 óra nagyjából, vagy 8 óra múlhatott 10 perccel, kb. Ennyi lehet. Ő is hamarosan itthon lesz, meg kellett neki várni, amíg kinyitott az üzlet, de az előbb már üzent, hogy megvan egy cső, szóval várom haza, és akkor megpróbálunk egy kicsit menteni. Na hát, és a karácsony azért kapcsolódik a képbe, hogy 2 nap múlva karácsony, gondolhatjátok, hogy mekkora karácsonyi hangulatom van, marha nagy. De tényleg. Tehát most az ugyanaz lesz, egy hétvége, ugyanúgy fogunk enni, ugyanúgy együtt leszünk, mint egy sima hétvégén, annyi, hogy egy fenyőfény van a háttérben, tehát nekünk, nem tudom, amúgy sincs hangulat hozzá, ezek után meg még az a kevés is elmegy, ami lett volna. A mamáik sajnos nem tudnak idén jönni, csomagot küldtek, mi is küldtünk haza csomagot. A lányok egész délután ezt a pillanatot várták. Azt mondta mama, együtt bontsuk ki, és csináljak videót, mondom, jó, oké. Amúgy nem terveztem levideózni, most se videóztam, amit mi küldtünk haza. Hurrá! Ó, de nézd, Mercedes-es, ez melós. Nem már! De tök jól néz ki! Bátyád mindig olyan jó cuccokat talál neked. Megtúzod, amennyire akarod, tehát fokozatmentes, így kattog. Hallod, de baró? És hogy lehet kinyitni, ezt nem tudom, úgyhogy lehet rajtam mereden a drág, de ez így egy Mercedes-es. Nem, megnyomni kell ott, majd vagy kiderül, lehet, ez a nyitó gombot kell. Azt a kiúj, amit a mama kötött neked, de gyönyörű. A Katánia, fonalból. Jó, akkor van egy közös morbenk, amely kaptam én is egyet. Hallod, ez csodaszép ez lett. De szép. A mamának a keze munkája komolyan, én szeretnék egyszer ilyen csodálatosan kötni. Azzal a vékony fonallal. De szép! Nagyon ügyes a mama, komolyan mondom. Nagyon. Csodálatosan szép, gyönyörű. Mit írtad a mama? Azt írja a mama, hogy napi 2-szer egyet lehet szedni az orvos ajánlásával a konyaknegyből. Meg lesz. Hát mama, nagyon szépen köszönjük így YouTube videón keresztül is ezt a sok rengeteg nyilván. Már jobban örültünk volna, ha tudtok jönni, és együtt tudjuk tölteni az időnket is. Nagyon cukik vagytok, és minden ajándéknak nagyon örülünk. Köszönjük szépen. Micsodát? Köszönjük. Köszönjük szépen, nagyon szeretünk. Köszönjük. Köszönjük. Ó, Istenem. Szóval nem az lesz, mint a legtöbb embernél, hogy összeül a család és együtt. Ugyanúgy 4-en leszünk, ugyanolyan lesz, mint egy hétvége. Szóval nem tudom. Valahogy most ez az idei év, ez, oj, voltak jó dolgok, de na mindegy. Vegyek iszok egy kávét, aztán kezdünk magunkkal itt valamit a konyhában. Hurrá! Hazaért apa. Még pont most vagyok porszívózás alatt, de látom most alatt be. Pont. Na, neki tudunk ugrani a mosogatógépnek. Pakolom a teszteket, Mancika kirakta reggel a táskájából, állandóan küldenek haza, már van itthon, vagy 40 darab ilyen koronatesztünk. Hát már bele se fér a dobozba. Tele vagyunk tesztekkel, rengeteg. Lehet, hogy valami nagyobb doboz kellene. Mindig küldenek haza a suliból. Rengeteg tesztünk van itthon. Mert ugye szünet után majd úgy lehet visszamenni a suliba, hogy kell egyet csinálni, de hogy miért 4-esével küldik haza, nem értem. Aztán valami kanyát gyorsan odadobok, mert hát ma 10-20-kor már indulok vissza az iskolába. Nem tudom, mit tudnék olyan nagyon gyorsan megcsinálni, ugyanis most van. Szia! Ott a cső! Mennyi az idő? 3:49 van.
Szóval valamit egy óra alatt gyorsan oda kell dobnom főni majd. Nem tudom, mit főzzek, valami főzeléket. Mondom, az gyorsan kész van. Nem tudom, megpróbálom beleerőszakolni, nem megyek, hozok egy nagyobb dobozt. Jó, ki van nyitva. És? És semmi. Nem szivárog? Nem. El is telt az idő, indulhatunk a suliba. Most úgy döntöttem, hogy nem megyek gyalog, mert hol esik, hol nem. Mancikának már nincsen kapucnia, sajnos. És nem tudom, hogy a sapkát reggel emlékeim szerint nem vittük, mert hogy csak a kis hátizsákot vitte magával, ugye. Ma nem kellett már iskolatáska. Apa lefeküdt aludni, úgyhogy ha megjövök, akkor csak főzök. Sikeresen megcsináltuk a mosogatógépet. Megcsinálom gyorsan az ebédet, krumpli főzelékben állapodtunk meg tükörtojással, és akkor délbe felébresztem apát, akkor fogunk majd utána ebédelni, Dorina pedig akkor tehát fog hazaérni. És kitakarítom még közben a hűtőt is, meg ilyenek. Nagyon cuki dolgot csináltak az utolsó nap. Nagyon aranyos, mutasd még egyszer! Nagyon aranyos, bele lehet rakni egy kis lámpát, és akkor világít. Igen, azt kellett volna. Nagyon jó, na jó, már menjünk haza. Halkan fogok beszélni, mert apa alszik. Ide tettük az ablak párkányba. Hát nem tudok vele betelni komolyan, annyira aranyos. Egy kis egyszerű üvegből, meg fonalból, és egy zokniból, ahogy elnézem, egy ilyen kis zsenili a zokniból. Annyira cukor, meg egy kis pompon a nózia. Nagyon tetszik, olyan jó ötleteket csinálnak az iskolában, olyan jó dolgokat, nem is láttam még ilyet. Komolyan. A jövőre biztos, hogy együtt is fogunk csinálni. Nagyon-nagyon aranyos és ötletes. Jó reggelt! Elérkezett 24-e. Már át is állítottam a naptárt. Hát most már egy kicsit jön az a karácsonyi hangulat. Kicsit. Reggel 9 óra van egyébként. Ott nem látjátok mindegyis. Én már szellőztetek, a mosogatógép lejárt, és elővettem a halat olvasztani. A délután tervezem ilyen a nagyjából 2 óra magasságában majd a rántott halat elkészíteni, illetve a cordon bleu-nek elővettem meg, hát lesz sima rántott hús is, annak a csirke melleket, szóval ez itt szépen kiolvad majd. Kint esik az eső. Ups, az a szúnyogháló volt. És megmutatom nektek, hogy mivel is vágunk akkor neki ennek a karácsonynak. Tejfölből jól betankoltam, de aztán rájöttem, hogy ezt a szabolcsi káposztájához nem kell tejföl. Szóval nem baj, majd elfogy máshoz. Lehet jó kis salátákat csinálni tejföl a lappal. Van ott fent még kefir, mascarpone, vaj. Vajból van valahol hátul is, csak nem látom, vagy nem látjuk. Valahova hátra tettem egy vajat. Ah, ott van, ott bujkál, ott leges-leges leghátul. Úgyhogy ennyi. Van itthon Müllermék, mert le volt akciózva. Mancika ezt nagyon szereti, olyankor hozunk haza ilyen. Egyéb italokat nem szoktunk meg, ilyen ízesített pudingokat, meg tejszelet, meg ilyeneket már nem jellemző, hogy ilyet hozunk. Müllermék az van. Sajttal nagyon jól állunk, van 2 szeletelt, van 2 parmezán, van 2 ementáli, ezekre szelősek. Van 2,5 doboz friss kéze, ugye mi margarin nem is használunk már egyáltalán. Vannak felvágottak, ezek itt a bontottak. Békön, van sonka, itt is van békön, és mindenféle felvágott sonkakocka. Savanyúságot tegnap hoztam a révéből még egy uborkát, hát a szükség lesz rá, mert van káposztasalátánk, van csilis uborkánk. Ott hátul leledzik egy üveg kapribogyó,
olivabogyó, olivasaláta, zellersaláta, répasaláta, és ott szintén egy uborka van még hátul. Zöldárúval jelenleg így állunk itthon, teljesen elég lesz az ünnepekre, van paprika, saláta, paradicsom és minden is. Illetve itt lent van tojásunk, van darált hús, ez a káposztához kell. Ezek a bontott, amit a gyerekek a suliba hordanak, tudjátok, ilyen kisütős, én ezt mindig berakom a hűtőbe, itt azért tartósabban el. Van egy pultorkusink, és ennyi a hűtőajtó. Hoztunk haza Actimelt még, ott is van tojás, itt meg ilyen kész kenceficék. A fagyasztóban pedig vannak a zöldségek, szinte csak zöldséggel van tele a fagyasztó, meg némi pékáru itt leledzik. Ezeket nem is tudom melyik nap, még a jó múltkori bevásárlásnál hoztam, azt hiszem mutattam nektek a laugekkét, na az azóta ott van, nem baj, mert ha kell, akkor ki tudjuk venni meg a magyar kakaós csiga. És ennyi, itt vannak a halak, a bontott halak, a régi szilvás gombócok, és itt vannak lent még húsok, a két marha, az most meg lesz főzve, vésli, ezek egyébként sertés, az összes, ami itt van benne. Ez a sertéses, és most jöttem rá, hogy alig van itt van csirke, mert hát halam annál inkább, mert most ezzel betankoltam, örültem, hogy lehet kapni. Van kettő csomag csirkaszárnyom ott lent, abból ugye most már nem veszem meg a gyárit, mióta Mancika szőrt látott rajta, majd inkább én bepácolom. Ez a nagy csomag, ez csirkacom, és ez is csirkacom, szóval el is fogyott a csirke, már képzeljétek el, pedig olyan soknak tűnt, ami itthon volt, de hát ha fogyasztja az ember, akkor persze nem olyan sok az. Menjünk tovább. Van itt nekem pomeló, ezt majd mindjárt eszek is. Ott van alma, mandarin, ennyi az ősz gyümölcs, most banán nincs, és akkor itt eldugtam, de majd, ups, itt egy kamerahálvány. Itt a káposzta. Ott a káposzta. Igen. Szóval, ilyen pizsomás, jó reggel. Szóval ma akkor lesz cordon bleu-nk, lesz rántott halunk, pucolunk krumplit, abból lesz sült krumpli, illetve párolok még rizst. Ennyi, nem tervezek mást, mára ennyi lesz az úgymond szenteste. De hát nem este fogjuk enni. Szóval mindegy, értitek. Ez lesz a mai, és akkor ma még oda teszem a káposztát is. Az etaféle káposztát, oha mennyi ilyen nézett ki, amikor etust csinálta. És kókuszgolyót fogunk még készíteni, mert Darina mondta, hogy csináljunk kókuszgolyót. Ne maradjon el a kókuszgolyó, ahhoz hoztam egy üveges medgyet, mert ő szereti, ha medgy van a közepébe. A kókuszgolyónak meg kell sütnöm a piskótát, mert hogy nem darált kekszből készítem, de erről már van fönt egy videóm még úgy régebről. Azt lehet, hogy majd beteszem a leírásba. Tök jó költséghatékony, és tényleg bármikor elkészíthető otthon. Nem az van, hogy jaj, nincs itthon darált keksz, akkor nem tudok csinálni. Ez itt Németországban azért elég gyakori, nem is lehet darált kekszet kapni. Vagy lehet, hogy lehet különleges boltokba, de így a normál elterjedt boltokba, mint a Zedeka, Reve, Kaufland, Markauf, Reál már nincs is nálunk. Szóval ott én még nem láttam. Utoljára Zsófi barátnőm küldött Ausztriából tavaly. No mindegy, szóval ezeket tervezzük. A mézeskrémes lehúztam, mert a mama csomagjában volt 3 doboz marlenka is, ágyam meg. Szóval így teljesen felesleges sütni, 4-en vagyunk, tavaly még sütöttünk mézes kalácsot, azt meg a főnöke küldött most rengeteget, vagy 3 kilót osztogattuk, mamának is küldtünk haza, Stollent is küldtünk haza, mert mi nem is szeretjük. Úgyhogy tavaly volt mézes kalács, volt hókifli, volt kókuszgolyó, meg volt, mi volt még, a nusszeke, meg címsterne, és tényleg minden évben sikerült túllőni a süti adagon. Mézeskrémes már rég nem volt, ezért is gondoltam rá, utoljára egyszer sütöttem még gluténmentesen, de borzasztó rossz volt, ezt már talán meséltem nektek, így szétporlat, mint a gyerekek, amit a strandon szoktak nyáron sütni, a sársüti. Nem volt benne a xantán, szóval gondoltam, hogy akkor csinálok, mert tavaly nem csináltam, de hát 4-en vagyunk, mi a rosszabbnek kellene annyi sütemény tényleg. Úgyhogy nem lesz. Nem lesz, csak simán kaja lesz, és akkor karácsonynak a második napján, 26-án pedig megcsinálom a marhapörköltet, amit még Anitától lestem el a jó múltkor, hogy főztem marhapörit, és mi nagyon régettünk.
De hát nem készült el. Mert voltak menük, amik megcsúsztak, szóval hogy lesz marha pöri még. És ennyi, semmi több. Még ma megnyírom apát. Aztán jön föl délután tájékán a fa, és akkor fel lesz díszítve. Tudom, hogy mondtam, hogy elhagyjuk, meg átugorjuk, meg szerintem idén fenyőfa se kell, de hát azért, ja, de nincs annyira teljesen, hazudnék, ha azt mondanám, hogy hű, de nagy karácsonyi érzésem van. Írtátok ti is kommentben, hát azért nálatok is előfordul az, hogy nektek sincs karácsonyi érzésetek, és jó pár videósnál is hallottam, hogy ők is erről számoltak be, hogy idén valahogy úgy nincs úgy akkora karácsonyi, én nem tudom, ez mitől van. Eddig minden évben azért vártuk, meg jaj, karácsony, most meg úgy vagyok fel, az is csak egy hétvége lesz, ugyanazt fogjuk csinálni, együtt leszünk, talán elmegyünk itthonról csavarogni, talán nem, játszunk, filmet nézünk, pihenünk, mit szokott az ember hétvégén csinálni, ezt múlt héten például jégpályán voltunk, oda amúgy tervünk rendszeresen járni, meg kell majd néznem, hogy hogyan lehet bérletet venni, hogy ne kelljen fél órát állni a sorban, mert én gyanítom, hogy akinek van bérlete, az egyből be tud menni. Ja, na mindegy, úgyhogy ennyit így máról, aztán szerintem mutatok ilyen szösszeneteket, és egyébként nem is tervezem így videózni most, tényleg nincs semmi hangulatom ahhoz, hogy se karácsonyi, meg se ahhoz, hogy most megmutassam a semmit, na, értitek? Úgyhogy vigyázzatok magatokra, nektek is teljen úgy az ünnep, ahogy ti szeretnétek, töltsetek együtt kellő, elegendő időt, szeretteitekkel, örüljetek, hogy vagytok egymásnak. Sziasztok! Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. Up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. It's just gonna be you and me. Hang by the
Christmas memories. Jó, hívlak egy óra múlva. Nem tudom, anyám néha olyan értetlen. Komolyan, hogy nőttem fel szerintem? Látod, milyen szerencsét van velem?